Még az évad megjelenése előtt készítettem egy csak tagok számára látható videót, ahol akkor még csak az akolitus trélere jelent meg, és arról beszéltem, hogy akár megmentheti a Star wars a sorozat, illetve az évad első két részéről készített videóban szintén elég pozitív voltam, akkor úgy éreztem, hogy akár ebből még valami különleges is lehet, annak ellenére, hogy már a nyitányban is voltak hibák, őszintén nem tudom, hogy tévedtem-e már nagyobbat videóban, beszéljünk az akolitus első évadáról. Őszintén szóval nagyon örülök, hogy egy időben ment az akolitus a Boyszal és a sárkányok házával, mert így nem is volt időm hétről hétre videókat készíteni róla, másrészt így kimaradtam a sorozat körül kialakult nem túl kellemes párbeszédből, viszont úgy gondoltam, hogy ha már megígértem az évadnyitós videóban, hogy készítek majd egy évad értékelőt is, itt most elmondom összefoglalva a véleményemet. Akik nézik régebb óta a csatornát, azok tudhatják, hogy általában igyekszem pozitív lenni a sorozatokkal vagy filmekkel kapcsolatban, és inkább a jobb részeikre koncentrálni, amellett, hogy nyilván elmondom a negatív dolgokat is, hogyha találok benne, de azt nem szeretem, amikor valaki csak és kizárólag a negatív dolgokat keresi valamiben. Éppen ezért így állok az akolitushoz is, és majd szeretném kiemelni a pozitív dolgokat is, csak most szerintem a megszokottnál kicsit nagyobb többségben lesznek a negatív dolgok, mert sajnos így érzek az első évaddal kapcsolatban, illetve fontosnak tartom kiemelni, hogy csak azért, mert nekem vagy a többségnek vannak gondjai a sorozattal, attól még, hogyha neked vagy bárkinek, aki nézi a videót tetszett, akkor az nem veszel az értékéből, és attól te még ugyanúgy tudod élvezni. Szóval gondolom ez evidens, csak gondoltam kiemelem, hogy ha valakinek tetszik az akolitus, akkor ez, hogy mi mit gondolunk róla, vagy én mit gondolok róla, semmit nem veszel az értékéből, és hogyha szívesen újra nézed, akkor nézd szívesen újra, mert attól, hogy mi nem élveztük, attól még neked lehet ez akár az egyik kedvenc Star Wars történeted is. Mivel kicsit kicsúsztam az időből, ezért arra gondoltam, hogy ezt a videót valahogy más módon készítem el, mint általában, és megkérdeztelek titeket, hogy írjátok le egy nyilvános post alá a véleményeteket az évadról mi tetszett nektek benne mi nem tetszett Ezeket fogom most felolvasni, és ezek alapján fogom elmondani a véleményemet én is. Nyilván, hogyha valamit még szeretnék hozzátenni, akkor azt megteszem, de így nagyjából ez lesz a videó felépítése. Most először van ilyen formátum a csatornán, szóval valószínűleg nem is fog még olyan zökkenőmentesen menni, mint kéne. Illetve, ha bármilyen visszajelzésetek van erről, mert a jövőben is szeretnék hasonlót csinálni, akkor írjátok le azt is nyugodtan, mert ezek alapján tudom majd fejleszteni, hogy hogyan álljak ezekhez a videókhoz. Na de nem húzom tovább az időt, essünk túl rajta, beszélgessünk az akulitus első Feltehetőleg első évadáról. Még fontos megjegyezni, hogy a kommenteket csak átfutottam, és nem tanulmányoztam őket előre, szóval nem vagyok felkészülve válaszra, egy, válaszsal egyikre sem, mert gondoltam, hogy ennél a formátumnál talán ez érdekesebb, hogyha rögtön reagálok, és nem napokon keresztül gondolkozok, hogy mit lehetne ezekre a felhozott kritikákra mondani. Aztán nyilván, ha valami nagy hülyeséget mondtam, azt úgy is ki tudom vágni, de reméljük nem lesz ilyen. Na akkor kezdjük. Időrendi sorrendben megyek, ahogy érkeztek a kommentek. Az elsőt Polc Máté írta, Még az egy elég hosszú kommentet, szóval lehet, hogy részeiben fogok majd rá reagálni. Több dologban hasonlít az Obi-Wan Kenobi sorozatra. Először is nagyon jó koncepciókat vetett fel Leslie Hedlen, a készítő, de minimálisan aknázta ki a lehetőségeket magában a sorozatban. Másodszor pedig olyan, mint egy feldarabolt film, több felesleges elnyújtott jelenet volt, felesleges expozícióval, az epizódoknak pár kivételével nem volt struktúrája, sőt sok epizódnak átkötő szerepe volt. Azzal egyetértek, hogy nagyon jó koncepciók voltak a sorozatban, szerintem az alapötletben lett volna lehetőség, amiből egy nagyon érdekes sztorit ki lehetett volna hozni, csak nagyon sokszor úgy érződött, mintha ez csak így az alapötlet lenne, és akkor ott úgy voltak vele, hogy a forgatáson majd lesz valahogy, nem, 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 érzem azt, mintha átbeszélték volna a dolgokat, átgondolták volna, minek milyen hatása van, ez hogy élik az egész a már megalapozott Star Wars univerzumba, ami azért hiába vették el a képregényeket, meg ilyen dolgokat, azért még mindig elég nagy, és ezekhez alkalmazkodni kell. És ebből a szempontból egyetértek azzal is, hogy nagyon hasonlít az obi wan Kenobi sorozatra, csak kiegészíteném még azzal, hogy nagyrészt a legtöbb Disney Plus sorozatra is, mert az Akolitusnál is azt érzem, hogy volt egy ilyen nagyjából két órás film ötletük, és akkor azt kellett kibővíteni ők egy nyolc részes sorozatra, ugyanez volt a probléma szerintem az obi is, hogy az inkább filmre lett kitalálva, és aztán, amikor végül sorozat lett belőle a szólóbukása miatt, akkor meg kellett változtatni ezeket a dolgokat, és ki kellett hígítani a történetet, hogy kitöltsék a szükséges játékidőt. Ez pedig mindkettőnek a kárára ment, és ezt támasztja alá az is, hogy olyan, mintha egy feldarabolt film lenne, nem úgy néz ki, mintha megnéztek mondjuk egy sárkányok háza részt hogy valóban egy résznek érződik, hanem tényleg, mintha fognánk mondjuk most a szitek bosszúját, és akkor elvágnánk csak úgy csata közben, mert hogy, egy cliffhangerrel fejezzük be, és akkor a következő részben folytatódik, hogy Anakin hogy döntött palpatine kapcsolatban, csak mondjuk előtte még van egy flashback epizód, ahol párhuzamosan láthatjuk, hogy Palpatine kedves vele a múltban, mi Windu pedig nem, és akkor ezért dönt úgy, hogy Palpatine mellé áll, vagy valami ilyesmi kitöltő, de a történethez túl sokat hozzá nem adó sztorira gondolok. És itt is ugyanezt éreztem, sajnos. A harmadik és a hetedik részt egyben kellett volna megcsinálni, nem kéne ragaszkodni egy adott játékidőhöz, ezzel is teljesen egyetértek. Nagyon érdekes lett volna ez a koncepció, hogy különböző szemszögökből mutatunk be különböző dolgokat. Ha ez ad egy új értelmezést az egész eseménynek, de így, hogy ez nem történt meg, csak ugyanazt láttuk, ugyanazzal a végkifejlettel, ugyanazokkal a következtetés levonásokkal, így ez csak időhúzás volt. Főleg, hogy nagyon sok jelenetet újra is játszottak, és nem más szemszögből mutattak be, hanem ugyanabból. Tehát itt is az alapötlet jó, hogy így közelítik meg, de az ötleten túl nem igazán hoztak ki belőle semmi kreatívat. Írás 5 per 10. A történet alapjából érdekes, de sok a kihagyott szer. a legérdekesebb dolgokat csak felveti a sorozat. Van pár jól megírt párbeszéd a sorozatban, de ezektől eltekintve az írás kifejezetten gyenge plusz volt egy Bazil nevű karakter, aki nem csinált semmit, csak a történetet hátráltatta, vagy mozdította előre. Csak a harcjelenetek voltak jól megkomponálva, de azokat főként az arra szakosodott emberek csinálják, nem a rendező. Nyilván van a rendezőnek is valamiféle beleszólása, de úgy tudom, hogy az akolitusnál kifejezetten figyeltek arra, hogy Megfelelő koreográfusokat és harci szakembereket kerjenek fel a harcjelenetek kialakítására, és ez valóban látszódott. Ha egy valamit ki lehet emelni az egész akolitusból, azok a harcjelenetek. A jó párbeszéddel viszont vitatkoznék, mert nekem őszintén nem nagyon rémlik, max-elfogadható, de ez most lehet csak szavakon lovaglás, de nagy tényleg kifejezetten gyenge párbeszéd volt nem tudom, hogy ezek hogy mentek át szakembereken. Plusz volt egy Bazil nevű karakter, aki nem csinált semmit, csak a történetet hátráltatta, vagy mozdította előre, Bazil a Sith Vagy az, vagy semmi értelme nem volt, annak sincs sok értelme, hogy a Sith de legalább akkor valamiféle gondolat volt mögötte. Mert így jelenleg tényleg csak akkor avatkozott bele mindenféle logika nélkül, amikor a, a, történetnek szüksége volt rá, például Szolhajójánál ezt nagyon sokszor láthattuk, úgyhogy más magyarázat nincs arra, mint hogy ő alakította szándékosan az eseményeket. De nyilván viccelek, nem hiszem, hogy lenne vele bármi ilyesmi, szerintem csak borzasztóan lett megírva. Fényképezés 5 per 10, van pár szépen felvett jelenet, de igazából semmi különös. Én itt a pontozáson lejjebb vennék, mert szerintem nagyon rosszul használták a volumot. Alapvetően úgy érzem, hogy nem a legszebb technológia, és nagyon kevesen tudják jól kihasználni, de itt most látványosan ha belegondolunk, hogy hogy néz ki ez 180 milliós költségvetés, és tudom, hogy sokan dobálóznak ezzel, és alapvetően engem őszintén nem érdekel, hogy mennyiből készül egy sorozat, ha látszódik rajta, de itt rengeteg volt az arcokon a közeli, egy pár beszéd nagyjából úgy volt felvéve, hogy mutattak egy arcot, aztán vágtak arra, aki reagál, és akkor így, mint egy barátok közt rész. 180 millióból sokkal kreatívabbat ki lehet hozni, hogyha meg, tehát nem voltak külön érdekességek bevágva, nem voltak kreatív felvételek, hiányoztak belőle azok a dolgok, amiktől egy film vagy sorozat tényleg filmművészetté tud válni. És ugyanez igaz a háttérre is. A koroszáni jelenetek például nagyon szép lehetőséget adtak volna, hogy legalább egy kicsit feltérképezzük, hogy hogyan néz ki a Jedi templom ebben az időben, de ott is, amikor beszélgettek, nagy rész csak az arcot mutatták, és a hátteret alig láthattuk. Koroszán kívülről pláne nagyon rosszul nézett ki, úgyhogy szerintem ebben látszódik talán a legjobban, hogy nagyon rosszul használták ki a költségvetést, pedig nem volt kicsi. Színészi játék 4 per 10, Li jung Ye, nagyon jó játék, sok érzelmet mutat. Ő volt az egyike, akinél úgy éreztem, hogy van esélye akár meg is menteni a sorozatot, még ha végül nem is sikerül, de rajta nem múltak a dolgok, és külön elismerendő, amit már szintén sokan kiemeltek, hogy emiatt a sorozat miatt tanult meg angolul. Meni jeszintú nagyon jó rétegelt, illetve kettős tudjuk miért. Itt a kettőst nem pontosan értem, de ő volt az másik, aki próbálta megmenteni a sorozatot, és voltak emiatt jó pillanatai is, és a sorozatnak is jobbat tett volna, ha például ő a főszereplő, és végig az ő szemszögéből követhetjük az eseményeket. Charlie Burnett voltak jó pillanatai, a jobbak közé tartozik, igazából főként azért, mert nem igazán kapott semmit, amit bebizonyíthatta volna, hogy mennyire jó vagy mennyire nem jó színész, amit kellett, azt valóban megfelelően hozta. Az összes többi színész nagyon egy színű nincs bennük semmi különleges, persze csak Amand Lastenbergnek volt komolyabb játékideje. És sajnos igen, nem is csak az, hogy színű, hanem kifejezetten rossz alakításokat kaptunk. A főszereplőnél főleg azt sajnáltam, hogy én azt láttam rajta, hogy próbálkozik, de egyszerűen sajnos ennyi volt, úgy tűnik benne. Ez pedig még szomorúbb talán, mintha az lett volna, hogy nem is látszódik semmiféle próbálkozás. Vágás 3 per 10, ehhez nagyon nem tudok hozzászólni, csak egy aspektusát ismerem, a sorozat sebességét, ami szörnyű volt, semmi konzisztencia, tiszta katyvasz az egész. Teljesen egyetértek, és ami még nekem itt feltűnt, és lehet más Star Wars sorozatokban is így volt, de nekem most szúrt először szemed, hogy borzasztóan használták a Star wars jellemző átmeneteket. Tényleg olyan volt, mintha minden jelenet között be bevágtak volna egyet, mindenféle logika nélkül. Lehet, hogy már máshol is használták ezt így, de nekem most ez itt nagyon szembetűnő volt. Hang 10 per 10, a hangok, mint a Star Wars-ban mindig tökéletesek, talán azzal valóban nem volt gond. Zene 4 per 10, ezzel szemben a zenet teljesen felejthető, és esetenként oda nem illő. Jól emlékszem, hogy volt valamelyik rész végén popszám, mert tényleg olyan volt, de aztán lehet, hogy ez már csak elmuttam vagy nem tudom, de igen, a zene az most nem tudnék felidézni egy dallamot se belőle, pedig a Star Wars egyik legkiemelkedőbb része általában a zene. 10 lett 9 per 10, sok eredeti újat lett volt benne, néhol azért fura, de ez egy kifejezetten pozitív része a sorozatnak. Az a megközelítés nekem is tetszett, hogy próbáltak éreztetni, hogy ez egy más korszakban van még, mint amit mi ismerünk, szóval ez mindenképpen dicséretes, viszont szerintem, ahogy a költségvetésnél már kifejtettem hosszabban, ennyi pénzből lennél kreatívabb dolgot is ki lehetett volna hozni, és ez igaza a díszletre is. Casting 5 per 10, volt pár zseniális választás, Lee Jung Ye, Manny Jacinto, Carrie M. Moss, Charlie Barnett, és a szenátort játszó színész, de volt jó pár rossz is. Ez egyébként tipikus Star Wars hiba szerintem, és bár most már kezdjük ezt elfelejteni, de például az előzmény trilógiában is megvolt, hogy még nagyon nagy nevű és tapasztalt színészek is szenvedtek azzal, hogy a George, Luca George Lucas által írt párbeszédeket hitelesen át tudják adni, de még régebben Mark Hamillnek is volt ilyen nyilatkozata a Lucas írásával kapcsolatban, és ez itt sokszorosan megvolt, mert még rosszabb párbeszédeket kaptak, így a még kevésbé tapasztalt, vagy még kevésbé tehetséges színészek nyilván szenvedtek vele. Nagyon nehéz ilyen szempontból egy színész teljesítményét megítélni, mert nagyon sokszor a forgatókönyv és a rendezés rendkívül félre tudja őket vinni. Hiába lennének képesek nagyon erős alakításra, de valóban itt kiemelkedőt nem igazán kaptunk. Jót is keveset. Vizuális effektek 10 per 10, a sorozat kinézete gyönyörű volt, ez a másik nagy pozitívuma. Erről már kifejtettem a véleményem. Nem tudom, hogy az átlaga ennek mennyi, de összességében 7 per 10-re értékelem, mert nekem elsősorban a történet számít a szeretett univerzumomban, és az többnyire tetszett. Pont emiatt frusztráló szerintem ez a sorozat, mert a történetből tényleg ki lehetett volna hozni egy talán legerősebb Star Wars történetet is, de ahhoz túlzás egy nagyon erős Star Wars történetet mindenképpen, de ehhez képest sikerült az egyik, ha nem a legmegosztóbb Star Wars tartalmat megreálniuk ami nagy szó, mert általában minden Star Wars megosztó. Egy esetleges második évadról a fent említett negatívumokat ki kéne küszöbölni, és egy nagyon jó folytatást kaphatnánk, mindezt kezdve jó írók bevonásával, akik értenek az epizódikus történetmeséléshez. Igen, nincs mit hozzáfűznöm, teljesen így van, új írók, sorozatírók, és akkor ebből akár még lehet is valami, bár szerintem nem lesz második évad. Na akkor megyünk tovább, Szóval az történt, hogy felvettem az egész videót, és aztán vettem észre utólag vágás közben, hogy a második feleinek a hanganyaga teljesen hiányzik, és csak a kamera hang van, meg az meg nem igazán alkalmas arra, hogy kimenjen nyilvános videóként. Úgyhogy most újra veszem a második felét a videónak. Csak nem volt időm rögtön újra venni, úgyhogy pár nap eltelt azóta, ezért van más póló is rajta, meg a háttér is kicsit más, de remélem nem túl zavaró. Szóval akkor folytassuk. A második komment, ami következik, azt mogyír írta. Koncepció szintjén jó a sorozat, hogy elszakadunk a Skywalker érától, és a szitek tevékenykedéseit is megmutatják, és ez határozottan így van, és nagyon remélem is, hogy nem az lesz a következtetése a sorozat esetleges bukásának, hogy mostantól nem lehet eltérni ettől a korszaktól, mert ez az ötlet, hogy eltérnek a Skywalker időszaktól, akár több idővel is szerintem nagyon jó, és az is, hogy a szitek szemszögében mutatnak be valamit, csak erősebb írásra van szükség. Sajnos a kivitelezés nagyon gyenge lett, a párbeszédek bugyuták, a színészek többnyire gyengék és érdektelenek a karaktereik, a sztori nem áll össze egy egészé, amit a random visszaemlékezős jelenetek tovább rontanak, itt sem nagyon lehet semmibe belekötni, a párbeszédek valóban kifejezetten gyengék, tehát nagyon észrevehetően gyengék, a színészi játékban is inkább több a gyenge alakítás sajnos, mint az erős, és a történet sem áll tényleg össze egy egészé, valószínűleg ez tényleg annak köszönhető, hogy ez nem feltétlen egy sorozat története, hanem egy nagyjából két órás filmé, amit megpróbáltak egy 3-4 órás játékidejű sorozattá bővíteni, és emiatt van az, hogy nagyon random helyeken van néha vége, nagyon erőltetett helyeken van vége, és nagyon sok minden érződik időhúzásnak, például a két visszaemlékezős jelenet is. Tele van a sorozat idióta jelenetekkel, például mély hirtelen ide-oda átállásával, a boszorkák éneklése, illetve a röhelyes haláluk is ide sorolható, megszakadta a Bluetooth kapcsolat. Igen, mély karakterét borzasztóan kezelték, tényleg vagy nem volt ötletük vele, és akkor így, mintha részről részre változtatták volna, hogy éppen mit szeretnének vele kezdeni, vagy ami még rosszabb, hogy szimplán csak azért változtatta ilyen hirtelen a, a karakterét, és a hozzáállását dolgokhoz, meg a véleményét, mert éppen a történetnek arra volt szüksége, hogy most kimért árulja el, aztán a Jediket árulja el, meg éppen amire a történetnek szüksége volt, azt csinálta. Lehetett volna ebből egyébként egy karakterfejlődést is hozni, hogy a karakterének konkrétan a része az, hogy ennyire bizonytalan, és hogy emiatt dönt nagyon hirtelen, nagyon meggondolatlanul, de itt nem ez volt a helyzet, itt szimplán tényleg úgy érződött, hogy csak az írók nem tudták, hogy mit kezdjenek vele. A bosszakány a kéneklés engem annyira nem zavart, mint nagyon sokakat, nyilván nem volt egy kiemelkedő elem, de az összes ilyen kántálás nagyjából hasonló számomra. A halálokat viszont őszintén nem értem, hogy az miért volt, de lehet erre adott magyarázatot a sorozat, csak én voltam figyelmetlen, de nekem az nem volt egyértelmű. Szeneileg is érdektelen a hetedik rész popdal, meg egyenesen röhelyes. Igen, a nyolcadik részben lévő kameók is bénán lettek kivitelezve, lehetett volna egy-egy normális jelenet mindkettő karakterrel, főleg Plégiszre igaz ez, mert így, hogy a rész közben rakták be, olyan volt, mintha akár erre az epizódra egy fontosabb szerepe is lehetne, mert így ez tényleg túl sok hasznot nem adott az epizódnak, inkább csak egy második évadot, egy lehetséges második évadot akartak ezzel felhájpolni szerintem, hogy azt sugalják, hogy Plégisznek abban a nagyobb szerepe lehet, mert tényleg az sem egyértelmű, hogy most akkor együtt dolgozik-e valakivel, valóban csak a sötétben, kvázi konkrétan az árnyékban bújik el, részt vette -e mi és osa teremtésében, vagy a módszer szeretné ellesni, szóval semmit nem tudtunk meg róla, tényleg ez inkább csak egy hype generálás miatt volt ott, annak pedig jobban működött volna egyfajta postkredit jelenetként. Joda bevonása pedig, igazából az a probléma vele, amit már szintén nagyon sokan elmondtak, hogy nem létezik, hogyha Jodának hazudnak arról, hogy mi történt, hogy ő azt elhiggye, ha pedig részt vesz a, az eltusolásban, akkor pedig pláne hibásan van kezelve a karakter, szóval hogyha őt nagyobb szerepben próbálnak behozni ebbe a történetbe, abból nagyon nehezen látom, hogy hogyan tudna a karakter sérülés nélkül kijönni, és nem is hiszem, hogy szeretnék Jodát egy nagyobb szerepben. Plégisnél el tudom képzelni a második évadban, hogy fontosabb és jelentőségteljesebb szerepe legyen, de Joda szerintem ott is Max Kameóra jelenne meg, Úgyhogy az pláne csak a rajongók miatt került bele. Ami még jó a koreográfia, ott is inkább a fénykart bajok, illetve a az ötödik részben váratlan volt, csak kár, hogy kicsit sem kötöttem a karakterekhez, akiket megölt. A koreográfia valóban jó volt, és ha jól tudom, ehhez direkt külön szakembereket hoztak be, ami átjött. A Disney-rának határozottan a legerősebb koreográfiája volt, de tényleg ez Star Wars szinten is kiemelkedőnek mondható ha nem is a legjobb, de kiemelkedő. Az ötödik részes mészállás pedig tényleg jól is működött, és váratlan volt, nem készültem rá, hogy a, az ismeretlen Jediken kívül bárki más meg fog komolyabban sérülni, viszont ennek lett volna egy tényleg sokkal erősebb hatása, hogyha a két halott Jedihez bármilyen szinten is kötődünk, vagy felépítik őket sokkal jobban, de sajnos ez hiányzott, és ez a, ez a sorozat hibája. De az legalább ötlet szintjén bevállalós volt, és működhetett is volna, egy erősebb írással, vagy rendezése, vagy bármi mással. A vizualitás is gyenge egy 180 millió dolláros sorozathoz képest, az ígéret meg, hogy a szitekről fog szólni ez a sorozat, átverés. A vizualitás szerintem nem csak egy 180 millió sorozathoz képest gyenge, hanem egy átlag Star Wars sorozathoz is. Ha jól tudom, itt is nagyon sokat használták a volume technológiát, amit a mandalóri Mandalori sorozatra fejlesztettek ki, és látványosan nem működik ez a technológia, nagyon sok esetben nagyon számítógépessé teszi, talán még rosszabb, mint a túl sok zöld háttér, bár ebbe azért nem vagyok teljesen biztos, mert lehet, hogy a színészeknek jobb, de képernyőn sajnos jobban nem néz ki. Egyelőre nyilván ez még fejlődhet, és valószínűleg fog is, de jelen állapotában nem a legjobban kinéző technológia. Főleg, voltak tényleg olyan részek, amiket forgathattak volna élő környezetben is, Amire igazából 180 millióból pénzük is lett volna, úgyhogy ezt sem tartom jó kifogásnak. Az ígéret pedig, hogy a Szitekről fog szólni. Nekem is így rémlik, hogy ezt a sorozatot annó így jelentették be, hogy ez a Szitek szemszögéből fog bemutatni dolgokat, ez pedig nem így volt, szóval igazából a marketingben is hazudtak, ami pedig talán. Ne, nem az túlzás, hogy a legnagyobb hiba, mert nyilván nem a legnagyobb hiba, de mindenképpen egy hatalmas hiba. És ezért is remélem, hogy egyszer kapunk tényleg a szitek szemszögéből egy sorozatot. Például fel lehetett volna építeni egy ilyen szites sorozatot úgy, hogy láthatjuk, hogy a szitek milyen módszereket alkalmaznak valakinek az átállítására, mi nézők is elhiszik, hogy igazat mond, és ugyanúgy a, az átállított karakterrel együtt jövünk rá, hogy a szitek hazudtak és kihasználták a bizonyos gyengeségeket, és akkor így ő is átél egyfajta csalódást, és mi is, és az nagyon erős írás kellett volna hozzá, tehát most nekem is ez csak egy ötlet, de fogalmam sincs az, hogy lehetne kreatívan felvezetni, de egy ilyen történet szerintem rendkívül jól tudna működni. Összességében szinte csak negatív érzéseim vannak a sorozatról, nagy volt benne a potenciál, de nagy pofára esés lett a vége. Igen, és hogy a történetben tényleg voltak jó ötletmorzsák, csak sajnos nem tudták ezeket minimálisan sem kihasználni, sőt igazából olyan, mintha hogyha szán... nem, nem szándékosan, de minden nagyon jó ötleted a lehető legrosszabban mutattak be, és ez pedig még gyengébbé tette az amúgy sem túl erős sorozatot. Következő komment, bocsánat, hogyha valakinek rosszul mondom ki a felhasználó nevét, de ha jól tippelem, akkor Garmarner írta a következő kommentet. Roppan nehezen tűrtem a sorozat forgatókönyvét, ezt a történetet jóval ügyesebben is el lehetett volna mesélni. Az egyes történetszálak bemutatását, felosztását és egyes epizódok kialakítását sem kedveltem. Maga a történet, a karakterek, a boszorkány szekta. Igen, jó ötletnek tartom ezt az újabb módon az erőhöz kapcsolódó kultuszt. Bőven elég kérdést vetnek fel, és pár izgalmas teóriát is. Próbálok olyan részekre kitérni, csak amikről még nem volt szó. A forgatókönyv kritizálása az már megtörtént, ez csak egy újabb ráerősítés, de továbbra is egyetértek nyilvánvalóan. A történetet is tényleg sokkal jobban el lehetett volna mesélni, mert szerintem ebből a storyból ki lehetett volna hozni ha nem is egy nagyon erős Star Wars történetet, de egy jót mindenképpen, és ebből adódik, hogy nyilván az egyes történetszálaknál is ugyanez a helyzet, tényleg nagyjából mindennél, mintha a legrosszabb döntés sikerült volna megosztani, hogy oszták be a történetszálakat, mikor legyenek a flashbackek, hogyan legyenek a flashbackek prezentálva, tényleg mindennél szinte a legrosszabb döntés született. Főleg tényleg azért, mert valóban vannak nagyon izgalmas kérdések, és ez a boszorkány szekta akár lehetett volna egy ilyen is, amit hogyha jobban kielemez a sorozat, és több választ is ad a felmerülő kérdésekre, akkor ez lehetett volna egy érdekes új adalék a Star Wars világának mítoszához, mert láttuk már, hogy például Défilón és is azért elég sok mindennel kibővítette, főleg a Clone Wars-ban, de máshol is a Star Wars univerzumát, elég misztikus elemekkel is a nézők ezeket jól fogadták, szóval hogy ezek kreatívan vannak prezentálva egy jó sorozatban, akkor akkor befogadó a Star Wars közönség. Itt nem ez volt sajnos a helyzet, pedig ez tényleg lehetett volna egy egyedisége a Sith oldal bemutatásán felül. Viszont a főszereplő nem az ikrek, nem is szól, hanem Kimir, több figyel. Valószínűleg néha Kimirnek mondtam, néha Kymir-nek, Az angolban most gyors megnéztem, Kaimir volt, szóval maradok ennél, bocsánat az ugrálásért. Szóval a főszereplő Kaimir több figyelmet és részletet kellett volna kapjon, a két teljes epizódot, az összesen 8-ból kapott flashback rész egyszerűen túl sok volt és felesleges, ráadásul nem kaptunk kérdést számos részre. Igen, a főszereplőnél szerintem is rossz döntést hoztak, hogyha Kajmér szempontjából van bemutatva az egész, akkor sokkal izgalmasabb lett volna, főleg, hogy ő színészként is az erősebbek közé tartozott, még az ikreket alakító színésznő sajnos nem, de a karaktere is sokkal izgalmasabb volt, és hogyha azt látjuk, hogy hogyan próbál meg magának tanítványt szerezni, mert láthattuk, hogy ez volt a fő motivációja, akkor az egy izgalmasabb és egyedi történet is lett volna, mint még egyszer megnézni, hogy valaki aki alapvetően jó, mégis a sötét oldal vonzásának nem tud ellenállni. És valóban fel lehetett volna használni az ő részletesebb bemutatására akár olyan epizódokat is, amik feleslegesnek érződtek, mint például a flashback részek, amik tényleg lehettek volna akár egy-két jelenetes flashbackek is, mert túl sokat nem adtak hozzá a sztorihoz. Azt szerintem egyébként szándékos volt a sorozat részéről, hogy nagyon sok kérdés nem válaszolt meg, hogy ezzel is fenntartsa az érdeklődést egy esetleges második évadra, mert már azt az elején is mondták, hogy több évadra készülnek, így az érthető, hogy nem válaszoltak meg mindent az elsőben. Nyilván, hogyha kaszálják a sorozatot, akkor ez utólag nézve hiba volt, de úgy, ha előre terveztek dolgokkal, és tényleg több évadnyi sztorival készültek, akkor ez igazából érthető, hogy nem adtak mindenre választ. Talán egy feszesebb és ügyesebben darabolt forgatókönyvvel, netán egy teljes moziként, nem részekre darabolva többet adhatott volna, volt már erről szó. Egyetértek. A harci harcjelenetek és koreográfia számomra a Star Wars legjobbja, ez a többi tartalom számára is létszett állít. Azzal egyetértek, hogy ez a jövőre nézve komoly létszett állít, hogy a legerősebb lenne -e Elfogadom, ha valakinek igen, de nekem valószínűleg a nosztalgia miatt és az előzmény trilógia koreográfiája még mindig e felett áll, de remélhetőleg tényleg ez lesz a minőségi szint, amit a további Star Wars tartalmak, legyen szó akár sorozatról, akár filmről meg szeretnének majd ugrani. Komolyabb színészi játékot csak a koreai fickónál szól, és Manny Jackintónál Kaimir éreztem, mint karakter tetszett még Jackie is., Amandla számára túl nagy kihívás volt az ikerpár alakítása, ahogy Vernetra megjelenítése sem sikerült. Szól, és Chimer alakítása tényleg nagyon erős volt. Jackie-nél szerintem az inkább a színésznőnek volt köszönhető, hogy próbált valami érzelemmel megtöltött karaktert alakítani, és kihozni a maximumot a elég limitált képernyő és párbeszéd időből, amit kapott. De lehet, hogy itt is jobb munkát végeztek, mint amit én most megítélek nekik, de én azt nem a forgatókönyv erőségének érzem, hanem úgy érzem, hogy inkább a forgatókönyv ellenére Jackie ből próbált a Daphne Keen egy érdekesebb karaktert formálni, mint amilyen. De a lényeg, hogy működött, hogyha neked működött. Amandlánál pedig tényleg az a szomorú, hogy úgy látszódott, hogy próbálkozik, tehát nem félváról vette a szerepet csak sajnos ez nem volt elég. Werner pedig a legrosszabbul megformált szereplője volt ennek a sorozatnak, pedig rendkívül sok múlat rajta is. Hiába nem szerepelt túl sokat. Zene, tudom messze a kisebbségbe tartozom, viszont nekem nagyon tetszett ez a kortás klasszikus kamara megközelítés. Noha néha tényleg elszakadt a vászontól, talán olykor egy kicsivel minimalistább, esetleg dobos téma, vagy kevés elektronika segített volna, viszont a hetedik rész végig stáblistás lágernek szánt gyötrelemmel, viszont nem is akarok mit kezdeni, annak semmi köze a Star Warshoz. Igazából most a zene, hogyha neked működött, akkor ez teljesen jó, nyilván voltak olyanok, akiknél ez nem volt probléma. Nekem személy szerint jobban tetszik az eredeti Star Wars zene megközelítés, de ez lehet maradiság is. Azt is értem, hogy miért próbálkoztak más zenei stílussal, mert ez egy más korszak is, szóval az az ötlet szerintem jó, hogy egy kicsit legyen másabb a zene is, csak nem feltétlen a legjobb mifaj találták meg ehhez, meg lehetett volna az átvezetés egy kicsit finomabban kezelve, és nem rögtön popslagerekkel megtölteni már az első évadot, de igazából hogyha csak a zene nem működne és minden más igen, akkor szerintem sokkal kevesebb embernek lenne problémája a sorozattal. Az utolsó részből tetszett Plégis megjelenítése, bár ezt a rövid jelenetet a rész végére tettem volna, akkor a naplementét figyelő Osát, Osát és Káimért figyelte volna a barlangból, egyetértek. Remek volt még a fénykristály betörése is, az nekem is tetszett, és szerintem látványban is jól nézett ki, és hogyha jól tudom, ez illik is a Star Wars Kánonban, legalábbis egy jó pár éve, talán ez már Disney átvétel után került be, de ehhez, amit kitalálta Kánonnak, ahhoz illett és tényleg a látvány is jó volt, ahogy a kék fénykartból piros lesz, szóval az nekem is a pozitív dolgok közé tartozik, valamint a Szenátor és Wernethra utólag sokat mondó párbeszéde. Nekem azzal az a problémám, hogy én abból sokkal többet szerettem volna, mert hogyha fontos része a Jedik döntésének az eltusolásban az, hogy a szenátussal milyen viszonyuk van, akkor jó lett volna, hogyha ezt egész évadon keresztül látjuk, hogy van egyfajta konfliktus közöttük, és van egyfajta szándék a Jedik részéről, hogy nagyobb hatalmat szerezzenek a szenátusban, vagy hogyha nem is a nagyobb hatalom, de hogy nagyobb befolyás, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogyha ezt az oldalát jobban bemutatták volna, és jobban kidolgozták volna, nem csak az utolsó részben egy-két jelenet erejéig, akkor ez sokkal jobban működött volna. Szerintem ez egyébként hiba, és hogy a Star Wars-nál félnek egy kicsit belemenni ezekbe a világépítősebb részekbe. A folytatás trilógia például ettől nagyon szenvedett, hogy igazából semmit nem tudtunk meg a politikai berendezkedéséről a galaxisnak abban az időben. Nem volt egyértelmű a filmekből, hogy hogy van az első rend, ki az ellenállás, és hogy hogyan fér bele ebbe a szenátus, és itt is úgy éreztem, hogy ezért minimalizálták le a dolgokat, pedig szerintem ehhez a sorozathoz nagyon is kellett volna, hogy nagyobb szerepet kapjon ez a történetszál. Összességében 5 per 10-re értékelem, viszont egyes részek között igen nagy a szórás, igen nagy volt a szórás, 2-3-6-7-ig. Igen, nagyon érződött egyébként epizódokon keresztül is, hogy mekkora minőségbeli változás lehet akár egy-egy rész között is. Ez pedig pláne sokat hozzáad a megosztottsághoz. Nem várok második évadot, nem hiszem, hogy annyival többet adna az eddig megtudott részletekhez képest. Szerintem még a részletekhez tudna is adni, én inkább azért nem várok második évadot, mert hiába nagy a nézettsége a sorozatnak, a legtöbben nem értékelték túl pozitívan, így pedig egy újabb 180 milliót elkölteni rá nem biztos, hogy megéri még a Disneynek sem. Bár az alternatíva az, hogy elismerik, hogy hibáztak, szóval lehet mégis elképzelhetőbb a pénzköltés, de ha tippel nem kéne, szerintem szépen lassan a szőnyeg alá fogják söpörni ennek a folytatásnak a lehetőségét. Káimír és Pélégész kapcsolata a legérdekesebb kérdés ugyanis még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy éppen Tenebros halála után állunk, és Kaimir feltűnően nem mutat egyes jegyeket, egyrészt nem állítja magáról sem, valamint Plégiszel ellentétben nem forognak sárga-vörösen szemei. Számomra a legvalószínűbb lehetőség, hogy Kaimir szakítani fog Plégiszel is, ahogy korábban Vernestrával és a Jedikkel is, és belőle válik az első rend. Igen, az ő kapcsolatuk és az esetleges konfliktusuk egy nagyon érdekes történet lehetne a második évadra, és akkor a Jedik egy kicsit a háttérbe kerülhetnének, és akkor kaphatnánk egy sötét oldalon belüli harcot, akár szítek és renlovagok között is. Erre talán bizonyíték az is, hogy többször megszólalt Kyle Loren zenéje is a sorozat alatt, szóval talán építettek is erre, amit később akarnak felfedni, hogy Kyle Mir valóban nem szít, hanem egy renlovag. Ez pedig tényleg egy rendkívül izgalmas történet lehetne, csak sokkal jobban kell elmeselni, mint amit kaptunk az első évadból. Utóirat számos kiváló Star Wars csatorna található, nekem a Star Wars Explained az egyik kedvenc forrásom, tárgyilagos, nem elfogult és ismeret terjesztő, és akkor van itt egy link, én köszönöm szépen az ajánlást, majd rá fogok nézni, szerintem láttam már tőlük videókat korábban, de hogyha valaki más is érdekel, akkor a bejegyzés alatt, ahol a, vagy a kritikákat lehetett feltenni, akkor ott megtaláljátok ezt a linket is. Rabogunk tovább, még két kommentünk van. Ádám Fodor 4643 a következő. Összességében csalódás a sorozat. Úgy volt beharangozva, hogy ez a sorozat majd a szitekre fog koncentrálni, és ők lesznek a főszereplők, erre már részletesen kitértünk, és továbbra is fáj nekem is. Ez nem így lett, ami annyira nem nagy baj, főleg ha megnézzük, hogy milyen hibái vannak a sorozatnak. Nyilván sziteket is nagyon el tudta volna rontani, hogyha egy nagyon gyenge írás az első olyan, ami konkrétan rájuk fókuszál, szóval ebből a szempontból talán tényleg nem túl nagy hiba, vagy nem túl nagy tragédia, de ettől függetlenül azért remélem, amit már mondtam többször is, hogy fogunk még szitekre fókuszáló, valóban szitek főszereplésével játszódó sorozatot vagy filmet kapni. Az írás talán a legrosszabb az egész alkotásban, de sokszor a párbeszédek is nagyon suták, az ötlet is rossz néha, és a játékidőt is néha szerintem rosszul használták fel, nem ismétlem magam, ez mind teljesen jogos. Ettől függetlenül úgy voltam a finálé után, hogy várom az új évadot, mert a lezárás még egész jóra sikeredett. Ez több helyen láttam, hogy a finálé többekben egyfajta reményt adott, és tök jó egyébként, hogyha ezt legalább sikerült elérnie, nekem már akkor annyira csalódás volt az egész sorozat, hogy hiába volt a jobb részek közé tartozó a finálé, ettől függetlenül túlságosan kijöttek a logikai hibák, amik miatt azt érzem, hogy azért sem feltétlen érdek érdemelne második évadot, mert bár lennének érdekes történetszálak és érdekes kérdések, amiket ki tudna fejteni, de ha valaki kap 180 milliót és egy nagyon jó indulatúan közepes alásorozatot tud belőle kihozni, akkor szerintem nem érdemel egy második lehetőséget, hogy újra próbálkozzon, hát ha egy kisivel jobb lesz a folytatás. Úgy még lehetne érdekes egy második évad, hogyha teljesen új készítő gárda kapnál meg, de nem hiszem, hogy ekkora nyilvános problémázásba belekezdene a Disney, vagy akár a Lucasfilm. Izgalmas szállokat vezettek fel, voltak jó momentumai a sorozatnak, mint például a jelenetek. ezek az egész univerzumban szerintem az egyik legjobb volt, Emellett Szól és Kajmir karaktere is egész jó volt, tényleg talán Szól és Kajmir voltak a kiemelkedő részei a sorozatnak, és hát Kajmirral lehetne is folytatni a második évadban, szóval, hanem szerintem vele még fogunk találkozni, hanem is egy akolitus második évadban. Viszont összességében sokkal többet vártam, és csalódott is vagyok, hogy nem lett túl jó a széria. sajnos, ahogy nézem, a többség így van vele, Tényleg nagyon nagy elvárásaim voltak nekem is a sorozattal kapcsolatban, amikor még jó pár éve bejelentették, hogy milyen sorozatok készülnek, akkor ez volt az egyik legjobban várt számomra, főként a sötét oldal miatt, és én az utolsó pillanatig reménykedtem, még amikor elkezdtem nézni a sorozatot is reménykedtem, és hát sajnos közel sem hozta azt a szintet az akolitus, amit vártunk volna, szóval megértem én is a csalódottságot. Na és akkor az utolsó téma, erről nem feltétlen egyszerű beszélni kamera előtt, de gondoltam, ha már felmerült, akkor nem térek ki a válaszadás elől, szóval Ricsike 900 írta, Vók baromság, itt most nem paradoxálni akarok, csak feltételezem szándékos hangsúlyozása a sok óbetű. Büszke vagyok rá, hogy egy másodpercet sem láttam. Ennyi. Szóval itt a, szedjük szét a kettőt. Az, hogy valaki egy másodpercet sem látott a sorozatból, ami ezek alapján minimálisan sem volt szimpatikus neki, az szerintem egy jó döntés. Én sem szeretek olyan dolgokat nézni, amikre már az előzetes alapján rámadható, hogy valószínűleg nekem nem fog tetszeni főleg, hogyha olyan emberek is azt mondják, hogy nem lett túl jó, akiknek a véleményével általában tudok azonosulni. Az, hogy vók baromság, igazából az, hogy valami vók, az szerintem nem kritika önmagában. Ez a történet minimálisan sem lenne sem jobb, sem rosszabb, hogyha ugyanez minden, minden milliméterre pontosan ugyanúgy történik, csak végig fehér heteroszínészek játszanak benne, mert feltételezem ez a vók egyik része, plusz a boszorkányokat is kivesztük, és ott is van férfinő minden, attól ez a sorozat semmivel nem lenne jobb, szóval itt az, hogy vók vagy nem vók, a legkisebb probléma vele szerintem. jöven bele lehet menni jobban a részletekbe, és mondjuk a hibát a készítőkben keresni, hogy nem feltétlen azért kerültek oda emberek, mert alkalmasak voltak ennek a történetnek az elmesélésére és a legjobb kidolgozására, hanem mert bizonyos oldallal szimpatizálnak. Ha ez így volt, akkor az ugyanolyan probléma, mint hogyha bármelyik más politikai mozgalomnak köszönhetően kap valaki ekkora költségvetést és ekkora munkát, és nyilvánvalóan nehéz lesöpörni az asztalról ezt a kritikát a készítőkkel kapcsolatban, mert elég egyértelműen nem tudták kihasználni, hiába kaptak egy rendkívül magas költségvetést. Mert tényleg a 180 millió nem csak egy sorozatnál, hanem még egy filmnél is hatalmas költségvetésnek számítana. Szóval ezért is örültem volna, hogyha kicsit jobban ki van ez fejtve, mert csak az, hogy Vóka szerintem nem kritika, viszont lehet jogosan ebből a szempontból is kritizálni az akolitust, csak ha valaki nem látott a sorozatból semmit, akkor feltételezem, és lehet, hogy tévedek, de én azt feltételezem, hogy ez inkább egy felszínes kritika, vagy olyan youtuberektől, vagy mástól származó vélemény, akik nagyrészt arra készítenek tartalmat, hogy bármi vóka volt léteznek mások, mint ők. Mármint hozzá hasonló, hasonló emberek, ez pedig szerintem nem egy helyes, és nem egy. Nem csak szerint... ez nem egy helyes és nem egy jó hozzáállás. De hogyha bárki szeretné ezt jobban kifejteni, és példákkal alátámasztani kommentben, akkor ott szívesen beszélek róla, csak így most tényleg nehéz, hogy így csak a levegőben van hagy vagy bók és kész. Csak kihagyni pedig nem akartam, hogy ne úgy tűnjön, hogy nem szeret. Már mint nem szeretnék, mert nem szívesen beszélek ennyire megosztó témáról a kamerában, de hát ezt vállaltam, szóval úgy gondoltam, hogy így fel, hogyha erre a kérdésre, vagy erre a, a, véleményre is reagálok. Szóval ezek voltak a kommentek, még amit felírtam magamnak, hogy meg szeretnék említeni így a videó végén, hogyha nincs egyik kommentbe se benne, akkor az az, hogy a marketing hibákról már valamennyire beszéltünk, viszont én még ehhez hozzátenném az, hogy egy kvázi húdanitnak volt fel, fel, fel a sorozat, hogy lesz egy érdekes rejtély, ami végigmegy a, az egész évadon, és ez nagyon hiányzott igazából az első 25 percben kiderült minden lényeges információ, ami pedig nem, hogy például miért van bűntudata azoknak a Jediknek, akik részt vettek az akcióban évekkel ezelőtt, az sem volt egy kielégítő magyarázatot kapó rejtély, szóval ez így nem volt egy túl érdekes, és ez is hiba, mert szerintem nagyon izgalmasan fel lehetne építeni egy Star Wars világában játszódó krimi sorozatot, és egy alapvetően tényleg, hogy olyan dolgokat ígértek a készítők interjúkban is, meg mindenhol, amiket egyszerűen látványosan nem tudtak szállítani, ez pedig tényleg irreális elvárásokat generált, és ez egyértelműen azoknak a hibája, akik ezeket a elvárásokat felállították. Illetve még problémaként két dolgot szeretnék felhozni. Az egyik a Jedi tanács, hogy náluk a ábrázolásuk az nem volt a legmegfelelőbb, mert szerintem az, hogy vannak problémás jedik, vannak olyanok, akik hibákat követnek el, az működik, viszont az, hogy rendszer szinten hibás a Jedi tanács már száz évvel a bukásuk előtt, az szerintem szimplán nem kéne, hogy igaz legyen Kánon szerint, mert ha ekkor azok voltak, akkor igazából nem értem, hogy miért tartott a sziteknek száz évig, hogy át tudják venni felettük az irányítást. Tehát lehet úgy is bemutatni akár a szitek igazát is, hogy közben nem a Jediket építik le, és nem a Jediket állítják be egy kvázi vallási szektaként. Nyilván most egy kis túlzással, de azért volt egy ilyen hangulata az egésznek, mert tudjuk, hogy ez nem igaz, és aki szereti a Star Wars, nem azért szereti a Star Wars, mert alap problémája van a Jedi rendel. Nyilván meg lehet kérdőjelezni őket, meg lehet kérdőjelezni a módszereket, de az, hogy a szendék nem lenne a legjobb, az szerintem a szerintem vitán felül áll. A másik hiba, amit pedig elkövettek, hogy nem feltétlenül tartom jó döntésnek, hogy Anakin születése előtt létrejött bárki az erővel való kísérletezésnek köszönhetően, hogyha ez utána játszódik a Anakin születésének, akkor az szerintem teljesen oké, okay, vagy hogyha más módszer, akkor teljesen oké, okay, csak elvesz Anakin különlegességéből és a kiválasztottságából az, hogyha már más is készült hasonló módszerrel, mint ő. Nyilván ezt nem tudjuk még pontosan, szóval ez lehet, hogy felesleges problémázás és majd egy esetleges folytatásban jobban ki tudják fejteni, hogy mi történt osáékkal, és kiderül, hogy közel sincs ahhoz, mint ami Anakinnal történt. De így hirtelen úgy tűnik, mintha ezzel hígítanák Anakin különlegességét, ami szerintem hiba. Viszont akkor én még gyorsan ennyi dologgal szerettem volna kiegészíteni, és akkor ennyi is lenne ez a videó. Köszönöm szépen mindenkinek, aki kommentet írt. Tervezek még a jövőben ilyen, mert szerintem ez egész szórakoztató formátum lehet. Én élveztem a felvételt még így, hogy kétszer is kellett neki futni. Igyekeztem azért a kommentekhez hozzá is tenni, hogy ne csak a kommentek felolvasása el a videó játék idejét, de hogyha bármilyen visszajelzésetek van ezzel a videóformátummal kapcsolatban is, azt is szívesen veszem, illetve a sorozatról pedig akkor beszélgessünk, vitatkozunk a kommentek között, nyilván minél jobban ki van fejtve egy komment, annál könnyebb reagálni rá, de jöhet bármiféle vélemény. Ha tetszett a videó, akkor egy lájkkal jelezzétek, ha más módon is szeretnétek támogatni, akkor ott van lehetőségnek a csatornatagság, ha pedig nem szeretnétek lemaradni sem ilyen videókról, sem bármilyen másról, akkor iratkozzatok fel és nézzetek vissza máskor is. Mára viszont köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan folytatjuk. Sziasztok!